Már javában zajlik a 16 és 18 év közötti fiatalok oltása, amely május 13-án csütörtökön kezdődött a kórházi oltópontokon Pfizer vakcinával. Dr. Ómakt Erika bátaszéki háziorvos azt mondja, annak ellenére, hogy valaki megkapta az oltást, ugyanúgy elkaphatja a vírust. Azonban a vakcinával elkerülhető a súlyos megbetegedés, hiszen az új vírusvariánsok már a fiatalokat is veszélyeztetik. A kormány megadta a lehetőséget, hogy az előiratnak megfelelően 16 éves kor fölött Pfizerrel lehet oltani. Van, jött is oltóanyag, van is. Tehát ugyanúgy tudtak regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu-n, mint a mondjuk a 18 éven felettiek, és 13-ától lehetett időpontot foglalni az ESZT-n keresztül. Úgyhogy a pontos számadatot nem tudok, mert a kórházi oltópontról nincs hivatalos eredményünk, de például én is oltottam szombaton egész nap Pfizert. Aznap 430 körül adtunk be három kollégával együtt védőoltást, főleg a fiatalabbaknak, tehát a 16-18 éves korosztálynak. Azért kórházi oltópontokon zajlik, mert a Pfizernek a tárolása, szállítása, stb. Az eléggé kacifántos, tehát nem lehetett sima hűtőszekrényben tárolni, legalábbis akkor még nem lehetett, és körzetekben nagyon nehezen lehetne kivitelezni, hogy pont 6 talosztható létszám jöjjön, mert ugye egy ampullából 6 adag szívható ki, és a maradéknak meg nem szabad lennie, úgyhogy erre törekedtünk. Ez most szépen zajlik, ezen a héten szintén lehet időpontot foglalni a 16-18 éves korosztálynak a Pfizerre. Ez már zökkenőmentesen megy megítélésem szerint. Hamarosan megkezdődhet a 15 éven aluliak oltása is. Folynak a vizsgálatok, nem mondanám kísérletnek, mert nem ez az. Tehát ez nem az, hanem a forgalomba hozatalhoz kötelezően szükséges harmadik stádiumú vizsgálatok, és igen, az a cél, hogy a fiatalabb korosztályt is oltsuk. Ennek két nagyon fontos oka van. Az egyik az, hogy a vírus azt a szervezetet fogja megbetegíteni, aki nem védett. És gyakorlatilag most már mondhatjuk, hogy 16 év fölött szinte mindenki, akinek kellett, megkapta a védőoltást, tehát valószínű, hogy a fiatalabbak körébe fog majd a betegség utat nyerni, és itt az a baj, hogy lehet erre azt mondani az eddigi tapasztalatok alapján, hogy a fiatalok kevés tünettel, vagy enyhe tünettel átvészelik, igen, eddig ez volt, de hogy ezután mi lesz, azt egyrészt nem tudjuk. Azt kell tudni, hogy a fiatalabb korosztály, tehát a 16 év alatti, 12 év alatti korosztály, ha enyhe tünetekkel vészeli át a koronavírus fertőzést, náluk több számban, vagy nagyobb számban fordul elő, erre most már több szakcikk jelent meg, úgynevezett sok szervi gyulladás. Ez azt jelenti, hogy a szív, a tüdő, a vese, a máj, tehát létfontosságú szervek jönnek gyulladásba, és ennek a kimenetele akármi is lehet, még talán a legrosszabb is, bár erre még nem olvastam adatot, és természetesen folynak a vizsgálatok a 12 év alatti korosztálynak az oltására is. Itt egy dolgot azért kiemelnék, a Sinopharm vakcina az ugyanolyan technikával készül, mint az influenza elleni védőoltás, és a legelső gyógyszerleíratokban lehetett olvasni, hogy 3 év fölött már adható, de nyilván ez még, tehát erre még nincsenek konkrét klinikai vizsgálatok, tehát ez még, mi úgy szoktuk mondani, offline. És az a cél, hogy a fiatal, tehát a 16 év alatti korosztályról körülbelül június végére várjuk az adatokat, tehát elképzelhető, hogy nyáron már őket lehet oltani, hogy milyen formában és hol, ezt még nem tudjuk, valószínűleg ez is Pfizerrel megy és kórházi oltópontokon, és hát nyilván szeptemberre várjuk a még fiatalabb korosztályról az adatokat, és mi abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb 3 éves kor fölött tudunk oltani ezzel a vakcinával, talán itt a rendelőkbe is. A házi orvos elmondta, hogy Bátaszéken a 18 és 16 év közöttiek több mint 40%-a már megkapta az első oltását.